Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Kedves hallgatók, szervusztok! Ma Csizi Ági társaságában köszöntünk benneteket. Puzsér Robi van még itt, én Horváth Oszkár vagyok. Az önkényes mérvadó a mai napon az együttéléssel fog foglalkozni, hogy az hogyan zajlott a 80-as években, vagy hát csak képzeljétek hozzá azt, hogy milyen volt, amikor ti gyerekek voltatok, amikor ti iskolába jártatok. Versus ma, és hozunk erre állításokat, és meg lesz belőle fejtve, hogy végül is van-e különbség ezekben a pontokban, vagy nincs. Közben még elmondanám, hogy a 2021. április 6-án sugárzott önkényes mérvadó műsorban számos alkalommal állítottuk azt a falótlan tényt, hogy a sztárüzenet.hu honlapon leadott megrendelést követően az üzenet közlésére felkért személy telefonon hívja a megrendelő által megadott személyeket. Ezzel szemben a valóság az, hogy a honlapon leadható megrendelést követően az üzenet küldésére felkért személy nem kezdeményez telefonhívást, hanem egy egyedi videót készít a megrendelő részletes kívánsága szerint. Ezt fontoljátok meg ti is. Az együttélésről Ági volt szíves összegyűjteni nekünk különböző megfigyeléseket, hogy hogy van ez ma, és hogy van ez régen. Nekem van egy pici félelmem, hogy ebben az adásban fogunk megöregedni, és hirtelen egy bezzegezésbe fog... Jó, na ez mondjuk kedves volt, és hát elfogadható. Na de... bezzegezésbe fog-e torkollani azt, hogy hogyan éltünk együtt egymással régen a 80-as években? Vagy most valódi változás történt, vagy valódi megfigyelés az, amelyeket tenni fogunk, melyikben változott a valóság, és melyikben változott a megfigyelő, azaz mi? Lehet, hogy minden tök ugyanúgy van, csak vagy türelmetlenebbek lettünk, vagy éppen türelmesek. Van-e kedved, Ági, ismertetni az első ilyen kis kontrasztot, vagy tegyem én ezt meg? Hát a megtisztelő, köszönöm szépen. Kérlek szépen. De az elsőnél például nem állja meg a helyét a bezzegezés. Azt hiszem ez volt az alapgondolatom, hogy régen folyamatosan a lábad elé kellett nézni az utcán, hogy mibe lépsz bele. Most se árt, de mondjuk nem kutya ürülék lesz valószínűleg az, de szépen mondtam, hogy belelépsz. Tehát, hogy ebben például szerintem pont tökre civilizáltakká váltunk. Hát elkezdték az emberek valamikor a 90-es évek vége felé összeszedni. Az első ilyen csoportot még hülyének nézték évekig, aztán ebből norma lett, aztán elkezdtek hozzátartozni olyan szemetesek, amelyekbe kifejezetten bele is dobhatod, és nem kóricálsz vele még egy 3/4 órát az egyébként meleg rakománnyal, ha még valaki nem szedett volna össze kutyaszart az utcán. Az egyébként annyira szép, hogy tényleg minden bokorban van most már, és ott vannak hozzá az acskók, de vannak, akiknek még így is van ez a küldetés tudata, hogy ők trágyázzák a betont. Nem értem, hogy mi a cél. Zöldül a város. Itt ül velünk a stúdióban a sétáló Budapest képviselője. Ő talán igazolhatja, hogy a betonnak a trágyázása a zöldebb Budapesthez fog-e vezetni. És a sárga festék. Ezek hiányoztak eddig, de hát azért megjöttek. Mi a sárga festék? Hát a sárga festék az, a sárga festék az, amivel az önkormányzat jelenleg a körútnak a külső sávját kerékpársávvá alakította, és a város már is szebb, zöldebb, élhetőbb, emberibb léptékű, nyugatosabb, és csak 3 vödör sárga festék kellett. Én azt hittem, hogy a festék az még a kutyaürülék kapcsán kerül szóba, ugyanis én leginkább azt figyeltem meg, hogy ha találkozom kutyaszarral az utcán most, az biztos, hogy nem fehér. Pedig ez fehér szokott lenni, ezt elvették tőlünk.
Így megváltozott a színe. Mit a fehér... ezek a kutyák? Azért volt fehér, mert ott hagyták. És azért volt fehér, mert napokig ott hagyták. Azért volt fehér, mert ezek sem fosziliák voltak, azt állítod? Nem, csak amikor kiszárad a kutyaszar, akkor megfehéredik. Ez történt vele. Tehát, és közvetlenül ezután, tudod, már porrá válik, és szétviszi a szél. Tehát ez, valójában a bolygó gondoskodik erről, hogyha a köztisztasági vállalat nem gondoskodik erről, meg a kutyagazdája nem gondoskodik. Végül aztán... belélegezzük. Hát meg, igen, meg tudod, visszakerül a talajba, és ezzel gazdagítja annak élő világát. Már úgy értem, hogy táplálja. Ha talál talajt. De talál, mert hát ez a bolygónak egy, nem tudom én, több mint az egyharmadát azért mégiscsak föld fedi, de ha meg tengerbe viszi a szél, ott meg a planktonok, a halak, tudod, kisebb életformák, tengergyümölcsei felszabálják. Ez egy zacskos dolog, hát mostantól álljunk vissza oda, hogy maradjon ott a helyén. Azért a szélnek elég nagy levegőt kell venni, hogy a Bérkocsis utcából tengerbe fújja. Igen, de tudod, ha meg nem tengerbe, akkor meg talajba. Megvan ez oldva. Igen. Visszatérve erre a megfigyelésre, és akkor legyen ez mondjuk a második pontunk, hogy ez a sárga javító festék, amivel a világ minden hibáját, mint a Varázs Ceruza című kis gyermeksorozatban át lehet rajzolni, és persze esőben nem látod, csak a fény visszaverős fehéret, fogalmad nincs, hogy kinek miért mentél neki, vagy ki miért jött neked. Valami gond van, akkor ezzel a sárga festékkel így áthúzzuk a sávokat, és az ember robotoknak ezt azonnal konstatálniuk kell, hogy akkor az mostantól úgy van. Elképesztő, de mondjuk a kor csodájának tartom ugyanakkor, hogy ez a sárga csík, ez lejön az aszfaltról, tehát már feltalálták azt a valamit, ami kellő ideig ott van, de le is lehet szedni, míg a teljes dobozt még mindig nem lehet kinyitni. Vagy a bizonyos, azt hiszem, hogy a krémtúrónak az aluteteje, az még mindig, ja, még mindig a kanál fonákjával kell megrambózni, mert egyszerűen jobban szereti a dobozt, mint azt, hogy te megedd. Ez szóval a fontosabb, hogy hosszan frissre maradjon, nem az, hogy megtudni. De az azért mindenképpen jó érzés, mert azért nem ez az általános érzet, hogy a budapestiek azok el tudtak sajátítani egy normát. És föl tudtak venni egy új készséget. Mert itt nagyjából mindenki a saját kényelmére, a saját élményére hajt. Itt senki nem felelős semmiért, csak a saját családjáért, meg a saját családjának a megélhetéséért. És most itt van egy kulturális precedens, akárhogy is, ennek a kutyaszarnak az összeszedése az utcán, amiből norma lett, hogy az emberek legalább egy gesztus erejéig elkezdtek, a kutyatartók egyébként, mert a többieknek ebben nem volt akkora szerepük, elkezdtek társadalomként működni, és elkezdtek figyelni arra, aki egyébként nem az ő problémáikat hordja a vállán, hanem egy teljesen más élethelyzetben van, de minden számítás szerint nem kéne, hogy érdekelje a kutyást a kutyátlan problémája. De a kutyás a kutyátlan problémájából problémát csinált saját magának, és megoldást keresett erre a problémára. Kicsit önmagának is, mert hát azért a kutyások is közlekednek. Tehát ők is belelépnek, lehet, hogy pont a sajátot felejtettük be, vagy máséba, de a kutyásokon túlmutat az is, hogy ha visszaemlékszem, akkor cigicsik, halmok mindenhol, baromi sok szemét. Ez is szerintem egészen oké. Ennek azért van egy intézményi háttere szerintem. Tehát, hogy a de az is fejlődés, igen, az is fejlődés, igen, hogyha a vállalat az valamit a feladatának tekint, amit évtizedeken át nem tekintett annak. Hát, hogy van, amikor azt nézzük, hogy melyik intézmény fogja megoldani a gondunkat, valamikor meg azt nézzük, hogy mikor fognak össze a vadidegenek, hogy nekem kényelmesebb legyen. És itt mind a kettőre látunk egy példát. Én azért vakarom a fejem, hogy vajon mi a kényszerítő erő a kutyaürülék összeszedés mögött. Azért ez egy ilyen nagyon felemelő gondolat volt a Robitól, hogy saját nem, maga... Nem büntetik azt? Nem büntetik. A szégyen lesz. Nem, normává vált, és egy idő után meg olyan mértékben normává vált, hogyha valaki ott hagyta a kutyájának a szarát az utcán, akkor annak utána szóltak. És akkor ő megszégyenült és összeszedte, és amikor legközelebb szart a kutyája, akkor nem várta meg a megszégyenülést, hanem összeszedte már előbb, és így kialakult egy norma.
Kialakult egy norma, és kialakult egy rutin. És most már természetes. És senki nem érzi azt, hogy most ez a kutyaszar összeszedés, ez elvesz az ő napjából, idejéből, életenergiájából, hanem úgy bekerült a napi rutinba, és kiderült, hogy semmiből nem állt. Az a helyzet, volna már hogy büntetik sem. Egyébként. Most így megugrisztem, és simán büntetik. Egyébként a büntetés elvileg nem a legjobb módszer egy viselkedés előidézésére. Sőt, ugye az emberi méltóságához mindenki nagyon ragaszkodik, és mindenkit nagyon meg is illet. Mégis a társadalom többi tagja általi egyetértésben történő megszégyenítésed az egyik legnagyobb formáló erő arra, hogy beilleszkedj. Hát sokkal miközben az, ami támadja a méltóságodat. Úgyhogy ez egy ilyen nehéz kérdés, ebből jön aztán a pozitív fejlődés. A korunk liberális értelmiségének az a dogmája, hogy kizárólag a pozitív megerősítéssel szabad nevelni, mert csak az méltó az emberhez, kizárólag jutalmazással szabad nevelni, soha nem büntetéssel. Én nem vagyok erről meggyőződve. Én úgy gondolom, hogy bizony vannak olyan retorziók, amiknek nevelő hatása van, és képesek arra, hogy normákat formáljanak. Aztán az a következő megfigyelés, és akkor ismétlem, hogy 0630 011 0725, de majd beszúrhattok hasonló megfigyeléseket is, hogy régen igyekeztünk jó fejek lenni, ma inkább kiállunk magunkért. Hogyan is értelmezzük ezt? Mármint régen az volt a főbb törekvés, de lehet, hogy csak naív gyerek voltam, hogy másokkal igyekeztünk jobb fejek lenni. Magunk helyett? Nagyjából, most nagyjából mindenki leszarja ezt, viszont elképesztően nagy az öntudat. Tehát, mert mindenkinek megvannak a jogai, és mindenki állatira tisztában van azzal, hogy neki milyen jogai vannak a kötelezettségekkel, úgy általában véve már kevésbé van tisztában bárki, vagy pont nem érdekli. De akkor ez nem egy pozitív változás, meg amúgy ennek a szélsőséges esete az, hogy mondjuk régen a diáknak volt a sanyarú sorsa, most pedig a tanárnak inkább. Mindenki tisztában lett a jogaival. Az, hogy jogállamban kezdtünk el élni, ugye volt egy ilyen hosszabb szakasz itt a 90-es évektől valameddig, és ez ilyen rossz csúsztatás volt, de azért bujkál bennem a kis ördög, hogy ezzel lassan egyetértsek. Minden esetre akkor senki nem lobogtatta, hogy milyen jogai vannak, mert nem gondolta, hogy ezzel lehet menni egy bíróságra. Most meg visszaélnek vele. Tehát azért én most egyes iskolákban tanítónéniként elég komolyan belennék parázva egy szülő értekezlet előtt, vagy hogyha kettest merészelnék adni a kölyöknek. Aki ugyan nem tud írni, olvasni, meg összeadni. Na de mi az, hogy megbuktatják? Megvan olyan, hogy a kettesér valamelyik családban verés jár, és ha nem, de ettől megijedsz, mint tanár. Kicsit átlengett az inga, de azért ne felejtsük el, hogy a 90-es években meg ez az inga a másik szélső állásban volt, és az épp olyan elviselhetetlen volt. Amikor a tanárok terrorizáltak, és nem volt olyan régen, mi akkor voltunk gimnazisták, meg állt is is. És amikor a tanárok terrorizálták a diákokat, és az nem volt egy jó világ. Én belátom, hogy mostanra az, hogy már a diákok, és több helyütt, és talán mintha már ez lenne inkább a jellemző, hogy a diákok terrorizálják a tanárokat, de nem arról van szó, mint minden egyéb esetben a politikában, vagy mindig újra meg újra felvetődik ennek az ingának az ügye. Hogy az inga a szélső értékről most ide lengett át. Nálunk is kilengett. Hát az, ami megdöbbentő volt, visszaemlékeznem nemrég, hát rendesen dohányzott az osztályfőnökünk a tanítási oldalon. Volt olyan, hogy azért küldtek ki óráról kettőnket, mert hatodikos korunkban, színes hajgumik voltak a menők, és összegyűjtöttük az egyik barátnőmnek a hajába, és benne volt 8. Hát ilyen nem lehet. Ki kellett menni az óráról. Mi az, hogy mi itt hajgumikat pakolászunk egymás hajába? Szünetben. Kis ribik. Az. Na de, hogyha itt ingáról beszélünk, azért Robi, nem a 90-es években, mondjuk nem 85-ben indították az Origóból azt az ingát. Itt 200 évvel meg lehet hosszabbítani visszafelé az egész poroszos nevelés, meg úgy egyáltalán a közoktatás elindulásáig visszamenőleg a tanár volt az úr. Sosem a diák. Ha ez most fordult meg, és az inga most lengett át, akkor most 200
200 évig ezen az oldalon fog lengeni? Jó lenne, hogyha nem. Hát azért mi nekünk bármilyen sanyarú volt a sorsunk, körmösöket nem kaptunk, és meg. Hát igen, bizony, ezt azért a korszellem diktálja. Tehát én olyat még nem láttam, hogy nagy kataklizma nélkül egy ilyen ingának a lengés iránya megfordult volna. Hát mindig olyankor fordul meg egy ingának a lengés iránya, amikor a társadalom átél valami fokozhatatlant, valami elviselhetetlent, és meghasonul a társadalom abban az útban, amin jár. Hogyha megnézzük most Németországot, és megnéztük mondjuk 1945-ben Németországot, ott fordult meg az inga. Tehát ez a szélsőséges nemzeti szocialista, nacionalizmus, meg fasizmus, meg fanatizmus, meg sovinizmus, ez akkor is ott, Auschwitzban valahol kulminált, elérte a maga termidorát, és ott megfordult, és ebből lett a Love Parade mára, ugyanott Berlinben, ami a birodalmi főváros volt a nemzeti szocialista évtizedekben. Tehát azt hiszem, hogy ahhoz, hogy az emberiség meghasonuljon abban a szabad elvűségben, vagy abban a gyerekcentrizmusról beszéltünk az oktatásban, vagy bármi ilyesmiben meghasonuljon, ahhoz kell, hogy történjen egy nagy visszahőkölés. Ahogyan mondjuk a harmadik magyar köztársaság 2006-ban eljutott egy olyan pontra, ahol meghasonult a politikai garnitúrának a szennyes hazugságaival, visszafordult, és ebből lett a nemzeti radikális Orbán rendszer, ami most már itt 11 éve tart. Tehát, és ezt nem lehet megúszni, én úgy gondolom. Tehát magától nem fordul meg az inga, azt mindenki észre fogja venni. Azt gondolod, hogy mondjuk a 20. század közepén történt retteneteknek az áldozatisága évtizedekkel később gyűrűzik be a gyerekekhez, hogy akkor most már mi is jelentkezünk az áldozatiságért, és megfordítunk egy kisebb ingát itt az iskolában? Én azt mondom, hogy az a váltás, ami nálunk nagyjából a rendszerváltásnál kezdődött, az Nyugat-Európában, meg a nyugati világban, ez már megtörtént a második világháború után. Ott nálunk ezt a parancsuralmi 20. századot a szovjet megszállás meghosszabbította. Meghosszabbította egészen 1990-ig. De úgy gondolom, hogy ez a megkérdőjelezhetetlen hierarchia, ami az iskolákat jellemezte, és amiből mi még kaptunk, mert nem egyik napról a másikra változik ez. Tehát nem az történt, hogy 1989-ben még verték a tanárok a gyerekeket, 90-ben meg már nem, hanem azok a tanárok, akik ebben szocializálódtak, hogy a gyerek az verve jó, azok még kitöltötték a nyugdíjig azokat az éveiket, amik még hátra voltak. Az alatt még azért megvertek néhány generációt a tantermekben, meg a tornatermekben, és aztán elmentek nyugdíjba, és a következő nemzedék már más normák szerint. Rugalmasan ért földet szépen, mint az ejtőernyős tantusz, ugye. Nekem az a kérdésem, hogy biztos, hogy ez az öntudatosság a diákoknál valamilyen tragédiából következik, vagy inkább ebből következik az a tragédia, ami a tengeren túlon az iskolai lövöldözéseket jelenti. Hogy azért, nem, azért szerintem, az, nem, az, nem, szerintem az iskolai lövöldözés, nem a liberális, nem a iskolának a jogi nem, kötelezettség oldalára nem, kell, szerintem ott az, a kiközösítésből adódik ez, tehát ott a gyerekek gyerekek ellen. Igen, meg nem beszélve arról, hogy van fegyver, amivel meg tudja ezt oldani. Az volt mindig igen, is, de hát, hogy az egy igen, de tudod, 230 éves. Európában is nagyon sok helyen liberális fegyvertartási szabályok vannak. Norvégiában, Svédországban, Svájcban, Németországban, de Franciaországban is sokkal liberálisabb fegyvertartási szabályok vannak, mint mondjuk Magyarországon, ahol az egyik legkonzervatívabb, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy a legerősebb az államhatalomnak a fegyver monopóliuma. Ennek ellenére Nyugat-Európában, Svájcban, meg Norvégiában nem látunk olyan iskolai lövöldözéseket, mint Amerikában. Ahhoz az amerikai társadalom kell.
És talán a háztartásokban lévő fegyverek száma is számíthat ebben, mert bár Nyugat-Európában van rá példa, hogy tarthatsz, de nem élnek vele annyian, ahogy Amerikában azt érzik, hogy ugye ez az ő történetük része. De Nyugat-Európában nekünk nincs... a ló meg a kard, vagy a kandalló fölött is jó olyan van. Nyugat-Európában nincs olyan fétise a fegyvernek, mint Amerikában. Aha, ez a különbség. Az Amerikában vannak olyan államok, például Texas állam, ahol úgy hordhatod a fegyvert, az övedre csatolva, hogy ahogyan a vadnyugaton, tudod? Ennek a szabályozása nem változott semmit azóta sem. Egyébként ez a kisebb felelősséggel járó fegyverviselés, amikor látható helyen hordasz egy töltött fegyvert, ugyanis akkor nem kötnek beléd, de ha te azt a fegyvert olyan helyen hordod, ahol nem látják, lehet, hogy valakinek nagyobb lesz a szája, mint ahogy gondolta volna, hogy itt ez adekvát lenne. Ezért kötik egy magasabb vizsgához azt, hogy te egy takarásban lévő fegyvert viselj, ügynökök, mondjuk. Még a biztonsági őröknek is az oldalán lóg a fegyver, hogy lásd, hogy kivel van dolgod, mert az elrettentés az egy békésebb megoldás lesz, mint az, hogy azt elő kelljen rántsa. Mi a következő, Ági? Találomra nézem. Ne, menjünk sorba. Sorban? Jó. De ezzel nem értek egyet már, de most azért mondom. Régenci, nem, tényleg. Ezért téged kérdeztelek. Ez egy nettó hülyeség volt. Régen ciki volt, ha nem volt pénzed, ma meg az a kínosabb, hogyha jobban érsz a barátaidnál. Vannak egyébként olyan körök, ahol ez így lehet, meg van egy előítélet szerintem általában véve az emberekben, hogyha valaki jómódú, akkor az biztos honnan és hogyan szerezte, de azért ügyesem, ez végén is így volt. Nem, én azt hiszem, hogy nincs így. Én azt hiszem, hogy ma van az, hogy szerintem pont fordítva van, mint ahogy mondod. Régen, ha valaki olyan szemérmetlenül hencegett a vagyonával, ahogyan ma teszi, régen megbélyegezték, kiközösítették. Régen jelezték neki, hogy ez nem egy kultúrált viselkedés. Ha ment a veretés, azzal egyedül maradt. Igen, ma Instagram igen, követők igen, járnak. Igen. Na, ma meg tudod, ugyanez a veretés menőség. Hát ez a veretés menőség lett. És én azt hiszem, hogy ebben azért a kultúra szereplőinek nagyon komoly szerepe van. Amikor Lázár János előadja, hogy akinek nincsen semmi, az annyit is ér. És azért adhatja elő ezt, mert ez lebeg itt körülöttünk a korszellemben. Ezt szívjuk be, amikor levegőt veszünk. Ez itt van, ez terítéken van. Ez a kivagyiság, ez az arcoskodás. Nagyon-nagyon sokat hozzátett a közösségi média is. Tök jó, hogy mondod az Instagramot. Hát tényleg most tök jó, hogy cáfolom azt, amit írtam, de hát ha hülyeség, akkor ez van. Hát Instagram profilok épülnek arra, hogy semmi másról nem szól, mint a 14 éves orosz diákbrancsnak a veretéséről, meg hogy hogyan gyújtja meg a Isten tudja hány dollárossal a cigarettáját. Tehát, hogy ja, ez a Rich Kids of Instagram típusú veretés. Persze. Az igazság, hogy annál szégyelni valóbb dolog az egyén szerint, mint az, hogy ő szegény, az olyannyira nincsen. Tehát annyira egy kudarc élményt jelent, és annyira nehéz vállalni azt, hogy te nélkülözöl, hogy emiatt az emberek bujkálnak, és rettenetes az, amikor bele se gondolunk, hogy akkor be kéne hozni a Kovács anyukáéknak is a 4700 forint osztálypénzt, és abban a hónapban az összes szabadon elkölthető maradék pénze, ami nem a rezsire ment el, meg még az előző hónapból a füzetcsomag akármire, és én láttam már életemben szerintem háromszor is olyan jelenetet, hogy egy pénztárban, egy ilyen nagy áruház pénztárjában valaki mondjuk ott odaállt 19 termékkel, de csak 18-ra volt nála pénz. És ez a jelenet ezt inkább fordította át abba, hogy őt nézzék őrültnek, bolondnak, aki jelenetet rendez, hogy mi az, hogy nincs maszkom, mi az, hogy nincs szatyrom, miért áll ide közel hozzám, kicsoda maga, kik vagytok ti, bármi, csak
az... az a ne, szégyen ne essen. Az a szégyen, az ne essen, hogy 300 forinttal kevesebb volt nála, és egy kártyáról sem tudja előteremteni. Tehát inkább magára vonja a figyelmet bármi mással, amit szégyenletesnek gondolsz, de hogy azzal, hogy hiányzott 300 forintom, azzal mindenki elbújdokol. Szerintem meg volt régen is. Igen, csak tudod. Csak jobban szétnyílt az olló. Ennek az országnak olyan történelme van, amilyet a nyugat-európaiak nem ismernek. Tudod, itt nemzedékek felépítenek egy egzisztenciát, felépítenek egy vagyont, amit tovább akarnak örökíteni, és jön egy történelmi korszak, és mindenüket elveszik. Aztán jön egy másik történelmi korszak, mert az inga átlendül, és azoknak is mindenét elveszik, akiknél az előző rendszer ott hagyta. És lesöprik a padlást. Tehát, hogyha disznót vágtál, nem úgy veszik el mindent, hogy a vagyonodat, hanem a levágott disznóból készült kolbászt elviszik. Tudod, mindent, mindenedet. És akkor ezek után kellene, tudod, a nulláról újra felépítened önmagadat. Nyilvánvaló, hogy ez nem megy. És tudod, nem csoda, hogy Magyarországon a kapitalizmusnak nincs becsülete. Meg lett hirdetve a kapitalizmus, az emberek komolyan vették, úgy csináltak, mint hogyha erre így, ezzel így számolni lehetne a következő nemzedékekre. Fölvettük a zöld zakót, a fehér zoknit, az autós táskát, a mobiltelefont. De nem az, raktuk a garasokat a garasra, és gyűjtöttünk, és befektettünk, és próbáltunk gyarapodni, és próbáltunk előrelépni. És aztán jöttek rendszerek, és elvettek mindent, és lesöpörték a padlást, és akkor ott voltunk abban a helyzetben 1990-ben, hogy újra el kéne kezdeni a garasokat egymásra rakni. Miért? Hogy megint jöjjön egy rohadék rendszer, és megint elvegyen mindent? Inkább akkor azt mondta a magyar ember, és lehet érteni, hogy miért, hogy nem, még egyszer nem játszunk kapitalizmust, ide nekem a feudalizmust, megcsókolom a pecsétgyűrűt, kérem érte a hűbért, és azt a hűbért ez a hűbér úr nem fogja elvenni tőlem. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Csízi Ágival itt a Spirit FM-en. Arról beszélgetünk az önkényesben, hogy az együttélés a 80-as években milyen volt versus most, vagy a közélet, vagy ahogyan mi beszélgetünk egymással. Kérdésként fogalmazom meg a következőt. Milyen volt a közélettel való viszonya az embernek akkor és most? Hogy ma azért mindenki igyekszik hangosan... Most mindenki szakértő. Szakérteni, meg hát ugye oldalt is választottak nagyon sokan az elmúlt 20 évben, és ez elég rendesen ketté törte az országot. Ugyanakkor ennek meg a így visszalapozgatsz, akkor mondjuk a 90-es években nagyon menő volt közélettel foglalkozni, hirtelen lehettél ellenzéki, hirtelen lehettél a 80-as évek ellenzékének a része, utólag bejelenthetted az 56-osságodat. A 80-as években mindez azt gondolom, hogy egy sikeres rendszerváltáshoz kifutó ellenzék volt, de a 70-es meg a 60-as években azt gondolom, hogy... Nem is nagyon volt lehetőség. Épp elég volt 1956 ahhoz, hogy így szép csendben nem az volt, hogy nem érdekelt az embereket, csak tudod, ezért nem állunk még egyszer sorba. Utoljára olyan kifejezést, hogy én nem politizálok, meg nem foglalkozom a politikával. Én minden nap mondom. Például. Magadon kívül. A 90-es években a magyarok, azok a fiatalabb nemzedékekből, azok úgy politizáltak, mintha amikor így megnyílt a politikai küzdőtér, úgy vetették bele magukat a politikába. Onnan tudom, mert 1990-ben voltam 16 éves. Hát az egy hatalmas élmény volt, hogy most már szabadon ki lehet mondani akármit, és mivel nekem, meg még nálam egy nemzedékkel idősebbeknek, akik megcsinálták a rendszerváltást, meg megcsinálták a saját vagyonukat, meg megcsinálták a maguk egzisztenciáját a rendszerváltásból. Nem úgy, mint az ilyen, nem tudom, gimnazista hülye gyerekek, akikkel úgy történt meg a dolog, hogy hát még nem voltak felnőttek, amikor ez a úgynevezett spontán privatizáció lezajlott. Ők nem emlékeztek olyan terrorrezsimekre, mert még nem éltek akkor,
amitől félni kéne, ami miatt ne lenne szabad politizálni, vagy ne lenne szabad nyíltan elmondani a véleményedet. Az idősebb nemzedékek, akik 1990-es években már mondjuk 40-esek voltak, azok nem politizáltak ilyen módon, nem vonódtak be ilyen mértékben, mert ők emlékeztek arra a világra, amikor ezt még nem lehetett, és simán el tudták képzelni, hogy visszajön az a világ, amikor ezt nem lehet. Ők úgy voltak vele, hogy én nem politizálok, én nem szólok ebbe bele, csináljatok, amit akartok. Ők tényleg el tudták képzelni, hogy visszajön a vörös hadsereg. Ők tényleg el tudták képzelni, hogy ez az egész egy ideiglenes időszak, ami után visszarendeződik a keleti blokk, ami tulajdonképpen meg is történt, nem olyan formában, mint ahogyan ők ezt elképzelték, és akkor előveszik majd azokat, akik az interregnum alatt pofáztak, és azokat majd, az Isten tudja, lehet, hogy újra nyitják az Andrássy út 60-at, és majd oda viszik őket. Lehetséges, hogy újra nyitják Recsket, és majd oda viszik őket, vagy elviszik őket Szibériába. Tudod, ezt nem lehetett tudni. A fiatalok, akiknek volt bátorságuk, meg nem volt emlékezetük arra, hogy milyen volt az a diktatúra, ami nem a kádári puha diktatúra, amikor hát tulajdonképpen lehetett, meg március 15-én azért összefogdosták az embereket, meg bevitték őket, de az azért már nem az a terrorrezsim volt, ami a Rákosi alatt volt. Egyszerűen történelmileg eléggé eltávolodtak a diktatúrától ahhoz, hogy tudjanak, hogy merjenek politizálni. Ami most van, amikor most valaki azt mondja, hogy én nem politizálok, én nem foglalkozom vele, ő nem félelemből mondja, hanem undorból. Hát valóban, undorból. Tudod, ez egy egészen másfajta statement. Amikor most valaki azt mondja, hogy nem foglalkozom a politikával, tudod miért mondja? Azért, mert megpróbálta, mert végigélte, és mert megtapasztalta, hogy megválthatatlan, hogy nem lehet elérni semmit, vagy tovább megyek, akár azt is megtapasztalta, hogy nem különb egyik oldal, mint a másik, ezért nincs értelme egyik oldal pártján harcolni a másik oldal ellen, úgy politizálni meg, mint egy elemző, mint aki középen áll, és hát ott hümmög, hogy... De ha megfizetnek, szívesen csinálom, mondja a kis ember. De hogy a magam kedvére csináljam, na nem ár. Akkor már inkább keresek magamnak egy jobb szórakozást. Fogsz egy könyvet, beteszel egy sorozatot, kiülsz a természetbe, motoroskodsz valamit, ami neked élményt, élvezetet, nyugalmat, befelei fordulást okoz, és így összeméred ezt a két dolgot, azt az egy órát, amit a híradóval töltöttél, meg azt az egy órát, amit az összes élő környezetében, csöndben, és hát valahogy mindig az a mérleg, az így, így zuhan le a kellemesen töltött egy óra javára. Igen. Jöhet a következő. Mm-hmm. Régen megjöttél egy őrültől a BKV-n. Mit csináltál? Megijedtél tőle. Várjál, most fölkaptad rá a fejed. Ma előkapod most a telefonodat, és fölveszed. Na, az az egyik. De igazából már föl se veszed, mert az a fura, hogyha nincs egyetlen egy se. Az a furcsa, ha nincs egy furcsa, őrült, vagy egy nincs bolond. Legalább egy. Igen. Először is húzzunk egy vonalat az őrült meg a bolond között. Amikor bezárták az opnit, a 12. kerületben, a Sárga házat, akkor egy éven belül történtek ilyen esetek, hogy egy villamos megállóból egy vadidegen nőtt a villamos elé lökött. Tehát, hogy olyan emberek, akikre tényleg van sajnos egy ilyen kategória, hogy közveszélyes, és velük gazdagabb lett az utca. Ugyanakkor van a bolond, az a kedves alak, aki olyan naívan mosolyog, meg mindenkihez beszél, de nem bánt, nem támad meg. Én simán az őrültre gondoltam, nem puhítom bolondát. Egy szomorú élmény az, hogy vajon, de lehet, hogy egy boldog élmény, attól függ, hogy milyen az embert, hogy ránézel, és vajon neki áldás az, hogy nem fog fel sokat a világból, vagy egy átok. Milyen körülményeit viseli annak, hogy lelkileg egy felszabadultabb, de vajon anyagilag a kényelmét tekintve, a méltóságát tekintve, meg egy ilyen agyonnyomott helyzet, hogy hát ő ebben nem tud versenyezni, ami ma ahhoz kell, hogy ebben a városban megélj. Én nem erre a csapatra gondoltam, és hanem a keményebb fiúkra, de nem csak azért gyarapodott meg a számuk, mert hogy bezárt az intézmény, ahol ők előtte lehettek, hanem az, hogy mennyire katasztrofális mentális állapotban van az ország, azért azt szerintem vitán felüli. Tehát
egyértelmű az összefüggés nyilván, hogy mennyire sokan vannak tényleg kritikán alul. Na jó, akkor megidézem ide az egyik pontot erről a listáról, hogy volt olyan pont az elmúlt 30 évben, de lehet, hogy a 80-as éveknek az elején, vagy a 70-esnek a végén, amikor Budapesten 2 milliónál több lakos lakott. Ez már régen nincs így, ugye kerekítünk, de volt ez 2 millió fölött, most meg lehet, hogy 1 millió 700 ezer ember lakja, most mondtam egy számot. Ennek ellenére a mélypontja annak a frusztrációnak, amivel mindannyian élünk azért, mert mások másmilyenek és közel laknak, és találkoznunk kell velük, és meg kell figyelnünk azt, hogy ők máshogy élnek, más tesznek, máshová mennek, mással mennek oda, máshová, és ez a szánkba van tolva, ez a frusztráció, ez nem akkor érte a mélypontját, amikor a legtöbben laktunk itt. Sokkal több terepen látod azt, hogy mások hogyan élnek, hiszen nem csak akkor látod, mikor kimész az utcára, hanem akkor, amikor fölmész a netre, vagy bekapcsolod a tévét. Ez szorosan összefügg, igen. Egészen brutális létbizonytalanságban élnek rengetegen, ha más nem, akkor olyan típusú létbizonytalanságban, hogy nem tudják, hogy mi lesz velük holnap. Tehát most még lehet, hogy megvan a munkahelyük, de ki tudja, hogy holnap meg lesz-e. Ugye itt van az egyik pont még, ami ide kapcsolódik, hogy régen ezért 30 évet lehúztál egy munkahelyen, vagy elmentél valahova, elhelyezkedtél a cukorgyárba, és akkor onnan elmentél nyugdíjba. Most nyugdíjig húzol le 30-at. Hát körülbelül. Igen, de tudod, ez a szocializmus és a kapitalizmus közötti különbség. Tudod, akkor szocializmus volt, ami a gazdaság volt alárendelve a politikának. Ma kapitalizmus van, és a politika van alárendelve a gazdaságnak. Ez azt jelenti, hogy akkora rendszernek az volt a jó, hogyha te megmaradtál a munkahelyeden az életed végéig, onnan mentél nyugdíjba, mert ez a stabilitás, ez biztosította Kádár János bácsinak a hatalmát, meg az uralmát. Neked meg is egyáltalán ez volt jó, mert neked is, mert volt olyan ott, hát igen, hogy... Igen, ezért jó volt. Egy biztos háttered volt, tehát most minden igen, csak hogy működött az a cukorgyár, milyen színvonalon termelt, tudod? Az nem a cukorról szólt a cukorgyár, hanem arról, hogy a cukorgyári munkás az le legyen foglalva. Tudod, a kapitalizmusban... Addig se dönti meg a rendszert. A kapitalizmusban a cukorgyár a cukorról kezdett el szólni, nem a cukorgyári munkásról, tehát a cukorgyári munkás van alárendelve a cukorgyártásnak, tehát ha van egy olyan cukorgyári munkás, amelyik olcsóbban elvégzi, amelyik jobbnak tűnik, ott verseny van a munkaerőben, hogy melyik gyárt jobban cukrot. Hát és pont ezt sínli meg hát maga igen. Az egyén. Igen, ez vagy történt. Ez is, meg azt a fajta teljes bizonytalanságot, amivel az élete legtöbb területén találkozik. Hát nem, bizonytalan a munkahelyek nagy része, bizonytalan a párkapcsolatok nagy része, bizonytalan az emberi kapcsolatok jelentős része, az anyagi élet. Hát mind egy folyamatos instabil állapotban egyensúlyozgat az ember nagy többsége. Nagyon kevés az olyan kapitalizmus, amelyik képes erre az állandóságra, meg erre a létbiztonságra, mint a japánoké, ahol hiába van kapitalizmus, hiába halálosan versenyképesek, a cukorgyáruk hiába gyártja a legjobb minőségű cukrot a világon, a lehető legolcsóbban, ők, a japánok mégis a cukorgyárból mennek nyugdíjba, mert ott az egy olyan mértékben fegyelmezett társadalom, hogy a verseny gyakorlatilag megszűnt. Mindenki egy olyan erős, olyan intenzív belső versenyt folytat le, hogy mindenki tökéletes lesz a maga nemében, mert olyan szinten szétfrusztrált társadalom. A hierarchia nem kívül van a rendszerben, hanem belül minden Japánban. És ezért aztán ezeket a japánokat, ezekre rá lehet bízni a cukorgyárat, ők maximális profitot fognak termelni, és nem kell versenyeztetni őket senkivel, mert ők a legjobbak lesznek. De az ő frusztrációjukból nem az önérzetesség virágzik ki. Tehát amikor hát, az előbb azt mondtuk, hogy ebben a városban úgy élünk együtt, mind az interneten, mind személyesen egymás szájában, hogy támadó lesz a viselkedésünk. Tehát ami a diákoknál a tanárverésbe torkolik, meg mindenki ugye kikéri magának az egyméteres körzetében, hogy az ott az ő Magyarországa, az ő portás fülkéje, az ő szabályai, az ő serif csillagja,
Az a munkahelyén is megtörténik, vagy hát megköveteljük magunknak azt a nyugdíjt, ami hát úgy alakul, hogy aki mondjuk 2000-ig állami alkalmazásban, vagy 2010-ig állami alkalmazásban, vagy multicégnél, azaz rendesen megfizetett járulékokkal kapott magas fizetés mellett történt, hát ott előkerülnek a 3-400 ezer forintos nyugdíjak, ahol meg hát az ember vállalkozó mert lenni, hiszen ennek a himnuszát indítottuk el 1990-ben azonnal. Ott hát ez 65 ezer forint. És akkor hajrá, lehet egymás ellen versenyezni. Így kinyílt egy olló, míg ez valószínűleg korábban szűkebb volt. De olyan sztorim is van, hogy olyan ismerősöm, aki maszekolt a 70-es, 80-as években, olyan foglalkozása volt, hogy ő vásározott meg, eladta a kézműves termékeit, ezt így nem csinálta valahol. Hanem ő mindenképpen a magánszektorba tartozott, tehát nem volt vállalkozása, tök feketén ment az egész, de hogy pont azért, mert feketézik, és ne kerüljön munkakerülőként listázásra, ezért valahol bejelentették őt valami TS-ben egy ilyen humbug akármilyen posztra, és ez el is lett felejtve. És amikor nyugdíjba ment, mit tudom én, 2012-ben kiderült, hogy több százezres nyugdíjat kap, mert ott azt a fizetést, azt fölvette az ő nevében valamelyik csaló. Jó fej, persze bejelentünk téged, semmi gond, de arról nem esett szó, hogy a bejelentéshez egy kifizetés is tartozik, és azért valaki sorba állt helyette abban a TS-ben. Lehet, hogy pont az, aki bejelentette őt. Hát talán igen. Ugyan nem érdekes, nem tartozol semmivel, majd meghívsz egy kávéra. Most emiatt ne fájjon a fejed. Neked lesz nyugdíjad legalább. Igen, egyszer talán majd én is kérek valamit, hogy a nyugdíjat felét. Azért ez így elég kemény. Régen túlaggódás volt 10 évesen suliba kísérni a gyereket, ma pedig nem törődés, ha nem mész érte kocsival, vagy akárhogy. Ez valós két világ, amelyben 6-7 évesen egész nyugodtan mehettél 500 métert, egy kilométert a kis táskád kíséretében, most pedig így nem tudom, majd 23 évesen elmehetsz egyedül itthonról. Teljesen más a környezet eleve, amiben közlekedik egy gyerek. Egészen más ingerek érik. Valószínűleg sokkal több parátkeltő sztorit is hallunk, ami miatt szétaggódjuk magunk, nem tudom, 10 éves meg, koromban. Meg nem lehet, hogy arról van szó, hogy a háborús nemzedékek még tudták, hogy mit jelent a veszély. És ezért aztán felismerték a veszély hiányát is. Ezek a nemzedékek, amit nem láttak soha életükben, nemhogy halottat, nem éltek veszélyt, igazi veszélyt soha életükben, ők elvesztették a hozzáférésüket ez a fogalomhoz, hogy mit jelent a veszély, ezért veszélyt halucinálnak oda is, ahol nincs veszély. Biztos van egy ilyen is, de mondjuk hát szerintem abszolút ez van. Édesanyám nem volt háborús, vagy nem háborús generáció, mégis jó, de te édesanyád a te nagymamától megkapta ennek a memetikai örökítő anyagát. Igen, tehát hogy ez fogy a világból. Most nem azt mondom, hogy egyik nemzedékről a másikra, de azt mondom, hogy az idősebb nemzedékek kevésbé féltették a kölykeiket, és ahogy telnek a generációk, úgy egyre nagyobb a félelem a mitől, a semmitől. Amikor én voltam gyerek, nem létezett az a jelenség, hogy a gyerek fején, a bicikliző gyerek fején sisak van. Ez nem létezett. Miért is kellett volna? Nem volt kipernezve a játszótér, miért kellett volna a sisak? Ma az az alap, hogy sisakot raksz, és ha én felteszem magamnak a kérdést, hogy amikor majd az én gyerekem biciklire ül, én rakok-e majd rá sisakot? Én sem tudom azt mondani, hogy minek a sisak, nekem se kellett. Mert úristen, tudod, mert én is rögtön a homloklebenyemben megjelenik a kép, hogy a gyerek fejreáll a biciklivel, és tudod, valami járdának a patkája, az a koponyáját bezúzza, és a gyereknek kifolyik az agyveleje, tudod?
valójában ez nem egy reális veszély, mert végig bicikliztük a gyerekkorunkat, és nem folyt ki az agy velünk, pedig sokat zakóztunk a biciklivel. Valakinek a gyerekének viszont igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez nincs ilyen, hogy nincsen ez a veszély, hanem 30-40 évvel ezelőtt is 10 000 nekiinduló biciklisből 3 súlyos balesetet szenvedett, akár meg is halt. Lehet, hogy most ez 10 000-ből 6, mert több az autó, meg gyorsabban megy, meg kevésbé tart az ember a következményektől, de mondjuk így is fogalmazhatunk, hogy hát a duplájára növekedett a veszély, de valójában még mindig elhanyagolható, mi mégis annak a plusz 3, a 10 000-ből plusz 3 növekménynek rendezzük be az elővigyázatosságunkat, ahelyett, hogy élnénk. Igen, csak nem így fogalmazom, hogy biztonságos. Egyértelmű, a szülőkön túl továbbra is azt gondolom, hogy benne van a környezet is. Tehát most tök jó, hogy ezt felhoztad. Engem túlaggódtak mindenféle fizikai dologtól. Nagyon is féltettek. Ugyanakkor 9 éves koromban egyedül közlekedtem már az iskolába, de nem úgy, hogy a szemközti házik, hanem úgy, hogy oda 50 perc, haza 50 perc. Akkor úgy tűnik, hogy annyira mégsem óvtak. Tehát fizikai értelemben aggódott. A bukósisak témakörében megvolt az aggódás. Jó, igen, csak tudod, az a baj, hogy a gyerekkor így aztán a bukósisakban sokkal biztonságosabb lesz, de vajon nem vész ki így a gyerekkorból a kaland? Hello, Reni vagyok. Én nagyon szeretem a műsort, de túl sok a duma. Több zene jót tenne. Örömmel hallgatom meg a rádió műsorodat, Reni. De ez itt a miénk, és a magunk képére formáljuk. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Nem szolgálunk, formálunk. Kontrasztokat keresünk az önkényesben a mai együttélésünk és a 80-as, 90-es évekbeli együttélésünk kapcsán. Az imént épp arról beszélgettünk, hogy kilátott akkor bukósisakos biciklistát, és ma már ugye felnőttként is felvesszük. Lehet, hogy ez a kockázat a homeopátiás valaminek a duplájára növekedett, de valójában az is meggátol minket egy szabadabb életben. Tehát, hogy inkább vállalod a kockázatot. De én ezt nem mondom, tehát nyugodtan vegyük fel azt a bukósisakot, de azért ezt megéltem, hogy én is azt látom, hogy mindenki aggódik azért, hogy a gyerek elére az iskoláig, mi meg így boldogan bókláztunk egyedül. De nem arról van szó, hogy egyszerűen veszélykerülőbbek lettünk, kockázatkerülőbbek lettünk. Már nincs olyan kockázat, ami elhanyagolható lenne. Már a legcsekélyebb kockázatot sem vagyunk hajlandóak bekalkulálni. Valójában ez a különbség. A háborús nemzedékek, azok értették, hogy mit jelent az, hogy béke van. A béke van, az azt jelentette, hogy a kockázat az tudod, homeopátiássá edukálódott, csökkent. Olyan mértékűvé csökkent, hogy elhanyagolható, fölösleges foglalkozni vele. Aztán a béke olyan sokáig tartott, hogy elkezdett felértékelődni ez a semmi, ez a jelentéktelenség, hogy most mennyi a 10 000-ből 3, úristen, ez felértékelődött itt, és elkezdtünk úgy reagálni, hogy 10 000-ből 3, ez rengeteg, tudod, és valójában ugyanarra a statisztikára egy másfajta lelkület teljesen mást vetít rá. Tehát arról van szó, hogy a félelmeinket sokkal könnyebben projektáljuk abba a világba, ami már nem tartalmaz veszélyt, mint abban a világban, ahol a háború a mindennapos életveszéllyel járt, és amikor véget ért a háború, és lehetett biciklizni, hát úristen, hát aknára ne hajtson a gyerek a bicikliével. Ez volt a veszély. Nem az, hogy fölborul a bicikli, és a gyerek megüti magát. De közben ezért ez egy relativizálás is, tehát hogy egy óriási világválsághoz, egy háborús állapothoz hasonlítasz valamit, amiben azért még van veszély, hogy valahol az igazság a kettő között lehet. Szerintem a felelős azért, hogy aggódóbbak vagyunk, azért az a tömegtájékoztatás, hogy a hírek
több csatornán jutnak el hozzánk, és hát a szenzáció, ami átüti a clickbait. Meg biztos, hogy olvasod a neten. Hát ez az, hogy szembesülsz ilyen tragédiákkal, amelyek viszont előfordulnak. Lehet, hogy 10.000-ből 3, de annak a 3 embernek ezt át kell élni. És mivel magadtól nem fogsz fogyasztani feltétlenül egy híroldalt, vagy egy bulvároldalt, ugye egyre átütőbbek a címek, és egyre inkább a szélsőséges tragédiák azok fel vannak dolgozva, hogy hát ez történik hát percenként. Hát ez a járvány rettegtetés, ami itt ment ebben az országban egy éven keresztül. Meg ez a mivel a Pfizer ki akarta szorítani az európai piacról az AstraZeneca vakcinát, és elhíresztelte, hogy ez trombózist bárki okoz. Bárki is híresztelte el, ugye? Hát a fake news médián keresztül az amerikai multinak a lobbija elérte, hogy Európa szerte az AstraZeneca-val kapcsolatban az a fake news terjedjen el, hogy az trombózist okoz, és a legkülönbözőbb kórházakban és klinikákon az orvosok arról számolnak be, hogy az asztrások, és kifejezetten az asztrával oltottak, azok kamu képzelt tünetekkel megérkeznek, kamu, mert félnek. Kamu trombózis tünetekkel érkeznek meg, amelyek nem a trombózisnak a tünetei, hanem annak a tünetei, amit ők a trombózisról elképzelnek. Tehát ő azt gondolja, hogy ezek a trombózis tünetek, és akkor ő produkálja ezeket a trombózis tüneteket. Miért? Mert a veszélytelenség, a biztonság és a megúszása mindennek, minden kockázatnak, az egy lehetőség a tőkének, hogy sisakot adjon el neked, hogy a 6-szor annyiba vagy 10-szer annyiba kerülő Pfizer vakcinát adja el neked, mint amennyivel az AstraZeneca kerül, mert megijeszt téged valamivel, bármivel, odavetít neked egy rémképet, egy trombózist, és te már is azt veszed, amit ő akart, mert el akarsz kerülni egy olyan veszélyt, ami valójában ott sincs, és ebben lépten nyomon futsz bele. És sokkal könnyebben ijedsz meg. Azon gondolkoztam most itt az eszmefuttatásod közben, hogy azért ez is összefügg szerintem, ez a fajta folyamatos veszélyérzet azzal, amiről beszéltünk a valamelyik korábbi pontnál, hogy mennyire rossz állapotban vannak az emberek. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogyha tele vagy bizonytalansággal, hogyha egyébként nem vagy teljesen stabil, már pedig egyre kevesebben azok, akkor sokkal könnyebben válsz szorongóvá, sokkal könnyebben fog rád hatni bármiféle frusztráció, sokkal könnyebben megijedsz, és erősebbek lesznek ezek az impulzusok, hogy úristen, a bukós isak mellé még kell térdvédő, csuklóvédő, arcvédő, orrvédő, meg minden. Az igazság, hogy míg egy csomó dologban lehet abban reménykedni, hogy egy másik megválasztott gyülekezet, vagy egy új vezetés, vagy egy új intézmény majd valamit elintéz, de az, hogy te saját magadban rendbe tedd a félelmeidet, az nem fog intézményes keretek között magától megjavulni, hanem ezzel saját magadnak kell foglalkozni. Hát az éppenséggel lehet segítséget kérni ezekben, de ami még ehhez hozzájön, szerintem az a mások reakciójától való félelem is. Tehát simán el tudom képzelni, hogy ugye mindenki mindenben nagyon jó, mindenki mindenben profi. Hát ha valaki például anya, akkor ez meg már aztán egyenesen azt jelenti, hogy ő a legjobb anya a világon. Na, akkor hát ez most te nem adtál rá a gyerekedre orrvédőt, és ráülhet a biciklire. Milyen anya vagy? Igen, ez egy nemtelen hát verseny. Ez egy nemtelen verseny a tökéletes anyaságért, és igen, ez a jó anyaságnak a definíciója, hogy veszel még egy védőeszközt. És tudod, aki nem veszi meg már extrém fokon van ez a rettegés, és aki az extrém szinten megmarad, megáll, és nem lép át a szuper extrém szintre, tudod, az rossz anya. És hogy azt meg kell szégyeníteni az anyaságában. Hát, ha császárral szültél, akkor azért vagy egy senkiházi. Hogyha otthon szültél, akkor azért kell meglincselni. Hogyha meleg ebédet készítesz a gyereknek, akkor az iskolába, akkor egészen biztos, hogy elkényeztetted, és soha nem fogja tudni megtanulni, milyen egy normális menzaétel. De hogyha a menzára iratod be, akkor pedig bármit megetethetnek a gyerekeddel. Tehát nem tudsz kijönni ebből, és mondom mindezt úgy, hogy én nem vagyok benne a gyakorlatban, de hát így kívülről nézve azt láttam, hogy ebből nem lehet nyertesként kijönni. És már terjednek ugye ezek a
terepbabakocsik, hogy akkor sem vagy elég jó szülő, ha nem költöttél 150 ezer forintot egy babakocsira. És nem kocogsz, miközben sétáltatod a gyerekedet a babakocsiban, mert akkor meg még el is hanyagolod magad, és az meg milyen feleség már. Döngő léptekkel fogsz megjelenni a hálóban. Minél később engeded a gyereket egyedül, annál jobban késlelteted a gyerek önállóságát, írja a hallgató. Ha 14 évesen engeded egyedül, ugyanolyan védtelen lesz, mintha 9 évesen megtennéd, mivel nem szokta még az egyedül létet és a felelősségvállalást, nem lesz különbség. Régen kb. Mióta az emberről beszélhetünk, ugyanekkora fenyegetés volt a gyerekre nézve, csak a pedofilős emberek mellett még a kardfogú tigristől is védeni kellett őket. A különbség ma, hogy a gyerekedet érő tragédiák csokorba vannak gyűjtve, és bármelyik hírportálon szembesülsz velük gyorsan. Abszolút. A félelem generálódik a semmiből, megteremti önmagát, és életképtelen mama hotelben felnőtteket termel. Mondom ezt három gyerekes apukaként, írja a hallgató. És hát egyet tudunk érteni. Igen, azt gondolom, hogy a hírválogatásoknak ez a rettegésben tartó ereje, ez hozzátartozik a túlprotektáláshoz. De témaszerűen nem is kell, hogy olyan legyen a téma hozzá. Tehát ha jön egy vihar, és arról tájékoztatnak a portálok, hogy most itt hidegfront érkezik, akkor már minden idők legdurvább tornádója fog lecsapni az országra. Tehát, ugye, mert kell az inger küszöb már olyan máshol van, mint volt 15 évvel ezelőtt, hogy már muszáj, hogy ezek a kifejezések legyenek. Meg benne. Azért, mert kattintásverseny van. Persze. Mert az újságírásból kiveszett a minőség, és betört a mennyiség. És az a jó cikk, amelyik alatt több a like. Ez lett az újságírás minőségének a fokmérője, hogy hányan olvasták el. Ezért aztán nem jó cikket kell írni, hanem orbitálisat kell hazudni. Mert arra mindenki kattint, azt mindenki megosztja. Hát tudod? És ez lépett a minőség helyére. Régen egyszerű erre jön, minél több a kattintás, annál olvasottabb az oldal, minél olvasottabb az oldal, annál nagyobb áron lehet a reklámokat elhelye, vagy igen csak tudod, és biztosítani. Igen, tehát... csak tudod, régen a minőség versengett. Régen a stílus. Az egyik publicista stílusával versengett a másik publicista stílusával, és amelyiknek a stílusa jobb volt, menőbb volt, vonzóbb volt, az volt az, amelyik jobb újságíró volt. Vagy a nézőpontjának a hitelességével, vagy az analízisének a minőségével versengtek az újságírók, és ez egy nemes versengés volt, amiből jobb és jobb cikkek születtek. Aztán ez a folyamat megfordult, és az újságírásnak már csak egyetlen fokmérője maradt, az, hogy mert ugyanúgy, ahogyan a filmgyártásban a hétvégi premiernek a számai, az eladott jegyárak minősítik, hogy jó-e a film, vagy rossz. Ugyanígy. Hányan nyitották meg a cikkedet? Azon fog múlni, hogy a főnök az megdicsért téged, vagy elmarasztal. Azon fog múlni, hogy te jó újságíró vagy-e, és ha nagyon nagyot hazudtál, és nagyon sokan megosztják a cikkedet, akkor a konkurens hírportáltól fogsz kapni egy még sokkal jobb ajánlatot, és el tudsz menni oda, és te leszel az újságírásnak a fejedelme, anélkül, hogy egy percig is újságot írnál. Na jó, lapozzunk egy következő megfigyelésre, amennyiben ez is igaz vajon. Régen segítettél egy emberen, akit megtámadott valaki a nyílt utcán, ma elfordítod a fejed. Pszichológusok abban látják ennek igazából a nyitját, hogy amennyiben egy ember jut tanúnak valami arra, hogy valaki rosszul lett, vagy valakit megtámadnak, az egész felelősség az övé, igen. Ezért könnyebben segít. Ha 10 álltok körbe valakit, aki fullad, lehet, hogy 3 orvosok abból a 10 emberből, de hát már csak persze, a felelősség egy tizedet terheli. Hogyne, hát ez klasszikus. De itt most nem ez van megnevezve. Ha valaki kiáltozni az utcán, akkor sokkal kevésbé történik bármi előrelépés, mert majd a maradék 154 lakó, aki nem én vagyok, majd csinál valamit. Hát a hetedik című filmben a David Finchernek a csodálatos, akkor még azt hittük, hogy a David Fincher az a mi nemzedékünk nagy film rendezője lesz. Ebben a hetedik című filmben ebben hangzott el az, hogy ma, hogyha erőszakolnak, és azt kiabálod, hogy segítség erőszakolnak, nem jön segíteni senki. Igen. Azt kell kiabálni, igen. Hogy tűz van. Igen. Akkor segítenek. Tudod, a nemi erőszak nem tud átterjedni az én családomra. Nem az én problémám.
A tűz át tud terjedni. Na, az probléma. Akkor a saját bőrömön érzem azt, hogy ez probléma. Akkor kihívom a hatóságot. Ja, ez kemény megfigyelés. Nem tudom, hogy így van, de ha így van, akkor ugye összefügghet megint azzal, hogy én milyen erőszakkal és milyen következményekkel nézek szembe, ha játszom a Batmant. Persze. Mivel a hírekben jóval több erőszakról számolnak be, miközben talán konstans, vagy mondjuk nem emelkedett a mértéke olyannyira, mint amennyire a hírportálok, csatornák, meg egyébként a bulvár beszámol róla, ezért én nagyobb kockázatot tulajdonítok annak, ha közbelépek. És egyébként meg van mikor közbelépni. Kockázata egyrészt, másrészt pedig van, aki lehet, hogy nem is akkora a veszély. Na, de végigjárni utána azt a tortúrát. Most elmenni tanúskodni, meg majd még a rendőrségi feljegyzés, meg a jó Isten tudja, hogy mi. Arról nem beszélve, hogy vajon ki fogja még oda, vagy ki fog még előugrani a másik mellé, és majd akkor már ketten lesznek ellenem. Mert hát mindenki meg akarja védeni magát, tehát fizikailag is, meg nyilván a lelki békéjét is, hogy ő erről nem vesz tudomást. Van neki épp elég baja. Meg ez egy roncstársadalom. Tudod, egyrészt nincs szolidaritás, másrészt a társadalomnak a viszonya az államhoz, hát legalábbis terhelt. Most ahhoz annak a magyar államnak asszisztáljak a jogi eljárása során, tanúskodjak neki, amelyik a, nem tudom én, a dédapámat elvitte Málenki robotra, amelyik a nagyapámat elvitte Recskre, amelyik a nagymamámat a Dunába lőtte, Auschwitzba hurcolta, és akkor most én ebbe vegyek részt, tehát én ehhez, nekem ez felelősségem legyen, hogy én segítsem ennek az államnak a jobb működését? Hát nem tudom, én nem hiszem, hogy aki nem megy oda, annak Recsk meg a Málenki jut eszébe. De ez a csontvelőben van. Ági, hidd el, hogy azokban az országokban, ahol ilyen nem volt, ott van társadalmi szolidaritás, és az embereknek más a viszonyuk a hatósághoz. Na, is. Látsz egy rendőrt, és nem azt érzed, hogy a rohadt anyádat, tudod, nem ez az első érzésed, hanem azt érzed, hogy polgártárs. Polgártárs, te a rendre vigyázol, én meg a cukorgyárban gürizek, de hogy mind a ketten a közjóért. Na, én úgy képzelem, hogy Dániában valaki meglát egy rendőrt, és akkor ez az érzése van. Még azt képzelem, hogy azokban az országokban, ahol még van társadalom, meg van egy viszonylag egészséges viszony az állam meg a polgárság között, ott az emberek, amikor rendőrt látnak, akkor nem az epe gyűlik fel bennük, mert nem az az élményük a rendőrről, hogy ez hányszor húzott már le, hányszor kereste nálam az első segélycsomagot, és kötekedett, hogy nincs meg az elakadásjelző háromszög, és ezért aztán nekem 30 000 forintot kellett fizetni természetesen zsebbe. Nem ezek az élmények tolulnak fel, amikor meglátsz egy rendőrt, hanem mondjuk van olyan tapasztalatod, hogy egy rendőr a szolgál és véd téged. Tudod, az a baj, hogy itt a történelem az nem erre tanít. És most lehet, hogy már nem visznek Recskre senkit, meg lehet, hogy nem visznek senkit Málenki robotra, meg nem lőnek a Dunába. De amikor az ember meglátja a rendőrt, mégiscsak azt érzi, hogy Kádár János bácsi kutyája. És nem azt érzi, hogy az én biztonságomat védi, és hogy valójában nekem szolgál. De a kisember azt érzi, hogy a hatalomnak szolgál, amely hatalom engem kiszolgáltat, és nem nekem, aki hát összerakom azt az adót, amiből őt kifizetik. Ezért mondtam, hogy a Recskhez képest én sokkal jelenidejűbb problémát érzek ebben a viszonyban. Csak ennek térbeli jellege is van ennek a problémának, itt a kelet-nyugat tengelyen, és nem csak időbeli. Régen ciki volt a turkálóból öltözni, ma az az egzotikus trend a tehetősek körében. Is. Hmm. Egyébként. Semmiképpen nem érzem cikinek minden esetre. Nyilván az egy mutogatni való dolog, hogy én milyen ügyes voltam, nézd, milyen jót turkáltam, hogy micsoda túlélője vagyok ennek a dzsungelnek. Hát ez egy halál jó dolog, tudod, mennyit fizettem érte? 800 forintot. Ah. De szerintem ez azért van, mert a jelenlegi rendszerben a városi lakosság körében már nincsenek olyan mértékű vagy olyan szintű
problémák, hogy miatt szégyenkezni kelljen, hogy te turkálóból öltözködsz. Szerintem vidéken van, Kelet-Magyarországon nagyon is van. Tehát ez a jelenség szerintem ott még él, de a nagyvárosokban ez szerintem de már azt nincsen. Mondod, hogy nincsenek olyan kerületei, vagy olyan területei egy nagyvárosnak, ahol azért menne valaki turkálóba ruhát vásárolni, mert egyébként nem engedhet meg. Nem, ahol olyan mértékű a nyomor, hogy ez szégyen legyen. Hogy általában... Érted? Hogy valós dolog, amit le kell tagadnod, és ténylegesen mélyen érint, ezért érint a tagadás. Hogy az egy stigma legyen. Lehet, hogy van két póló, ami mind a kettő 800 forintba kerül. Az egyik, az egy outlet termék, ami a kutyának nem kellett már Németországban sem, a végén itt köt ki. Nem is biztos, hogy azt valaki valaha fölvette maximum a próbafülkében. Ezt kapod meg, ez egy eredeti jó minőségű valami, de a turkálóba mentél érte. És van egy ugyanúgy 800 forintért egy másik póló, ami hamis, de új, bóvli, és kell. Egy óriási Armani logó van rajta. Na, az fog nekem kelleni. Armani. Várjál, én is tudok egy régen és most analógia párt hozni ide. Régen a rojtos volt a ciki, és a foltos nem, ma a foltos a ciki, és a rojtos nem. Tehát a szakadt cuccban jársz, az ma menő, de ha meg van foltozva, az nem menő. Régen fordítva volt. Régen, ha szakadt volt a cucc, ami rajtad volt, az szuper ciki volt, de ha meg volt foltozva, az nem volt probléma. A folt az egy picit hippi volt. Most meg ugye a boltban kapsz egy szakadt nadrágot, úgy veszed meg, hát hogy milyen fajta szakadást szeretnél. Hát a patchwork volt a menő, meg hát a foltok eltüntetése. Volt becsülete a szegénységnek. Volt becsülete a szegénységnek. Ez szűnt meg. Tudod, a foltozott nadrág az a szegénység becsülete. Tudod, ez szűnt meg. Az, hogy te megfoltoztad a nadrágot, az azt jelzi, hogy szakadt a nadrág, de te szégyelled. De te ezt eltakarod egy folttal. Álljál bele abba a szakadásba, hogy föl van hasadva a nadrágod, az vállalhatóbb, mint az, hogy te ezt egy folttal elrejted. Régen 60 évesnek nézett ki egy 30-as, ma 30-nak néz ki egy 60 éves. De az megvan, amikor gyerekkorunkban, amint betöltötte egy nő a 40-et, biztos, hogy ezzel az egyendajer frizurával ült bármelyik tömegközlekedési eszközön, és fogalmad nem volt róla, hogy egyébként ő 42 éves, vagy pedig 58. Tényleg egyszerűen belépett az anyuka korba. Vagy a... Megnyom magán egy gombot, aha, hogy akkor én mától aha, önként átterelem magam a 39 évesből az 59 évesbe, igen, hogy ne kelljen megélni közte azt az átmenetet. És ma mész az utcán, és azt nézed, hogy milyen jól néz ki ez a tök mindegy férfi vagy nő itt előttem, és elmész mellett, és meglepődsz, hogy 65 éves. Jutka a szomszédokban ilyen volt, nem? Ilyen kortalan, hogy ő a 20-as éveiből rögtön a 60-as éveiben lépett, nem? Igen, igen, tényleg. De most ez egyébként, értem azt, hogy aki szeret öltözködni, az komfortosabban érzi magát, ha mások körülötte jól öltözködnek. Nyilván nem fogjuk ebben soha utolérni a párizsiakat, meg a milánóiakat, de jó ez? Nem egy kivagyiság, vagy pedig egy könnyen elérhető eszköz arra, hogy odafigyeljenek rád, és picit megjátszhast, hogy akkor itt jövök, vonulok, hát kívánom a nekem szóló tiszteletet. Biztos könnyen elérhető eszköz, de szerintem itt nem csak a ruhában keresendő. Én nem úgy fogalmaznám, hogy 30 éves módjára öltözik egy 60 éves, hanem ami most itt a szemem előtt lebeg, az ennél egy sokkal komplexebb, tehát azért az emberek egyre szélesebb köre igényesebb önmagával szemben. Többet sportol például, jobban odafigyel arra, hogy mi az, ami mondjuk még előnyös neki. Nem kell ahhoz minden héten új ruhákat vennie, nem kell ahhoz pontosan olyan típusú holmikat viselnie, mint annak, aki a gyereke lehetne. Az, hogy a hajad rendezett, az nem feltétlenül kell, hogy pénzkérdés legyen. Tehát összességében szerintem arányaiban többen igényesek most már a 40 pluszosok közül, vagy a 60 pluszosok közül, mint régen. Hát most a külsőségekről beszélünk, mert
mert az volt a téma, igen. Régen tévéműsorokról beszélgettél, ma arról, hogy miért nem nézel 10 éve tévét. Annak is háttal ülsz, hát és a Spektrum szól. Igen, igen, de, miről beszélgetsz helyette? Ugye vagy arról a politikáról, ami minden évtizedben már ugyanolyan. Vagy az internetről, ugye? Vagy a mémekről. Az lépett a tévé helyére, akárhogy is a YouTube, meg a Facebook, hát most már az a közösségi élmény, meg így nagyjából az történt, hogy megszűntek a nagy közös élmények. Uh-huh. Úgy az emberiség nagy, mi egy VB döntő, az még mindig egy ilyen nagy közös élmény az emberiségnek, de hát könyörgöm, 4 évente van VB döntő. Valahogy feltöredezett, rengeteg buborék közt oszlik meg a emberi kultúra nagy élmény összessége. És nincs már olyasmi, ami még a politika, tudod, a politika az utolsó nagy közös reality, amihez még mindenkinek hozzáférése van, és ami még mindenkinek az életére valamilyen módon hat. Ha nem is közvetlenül, az embert megszólítja, ha máshogy nem, a 20. századon keresztül a nácizmushoz, meg a bolsevizmushoz való viszonyán keresztül még meg tudja szólítani. De hogy az a régen az volt, most amikor mi kölykök voltunk, hogy tegnap ment a Derrick a tévében, és akkor a másnap az volt a téma, hogy tegnap ment a Derrick. Ez egy közös élmény persze. Volt, hogy Derrick. Ma ez már nincs. Ugye, az, hogy mit láttál tegnap a tévében? Melyik csatornán? Az a kész csoda, ha ugyanazt néztük tegnap. Kevés már az olyan sorozat is ebben a túlkínálatban, amit azt kell most nézni, azt most mindenki megnézi, hogy 2005-2010 között még alacsonyabb volt a kínálat ezekből a nagyon jó minőségűek most, mert tényleg sok nagyon jó minőségű van így, viszont alig találsz valakit, aki pont nézi, és pont akkor nézi, amikor te vagy, pont most fejezte be, és még emlékszik, és érdekli, és valóban, miközben ugye felaprózódik a fogyasztható tartalom, egyre több a weboldal, egyre több a streaming, egyre több a tévécsatorna, egyre több a bármilyen média szolgáltatás. Eközben a politikában pedig pont az apraja az, ami ugye hullik, és kétpólusú, és az egyben van tartva ahhoz, hogy aki azt úgy követte, az nagyjából tud egymással beszélgetni, és ilyen még valóban a világbajnokság mondjuk a fociból, meg egy-két sportágból, meg ilyen az olimpia. Meg mondjuk azok a hírek, amit minden hírportálon felbukkannak, vagy bemondta a tévé. Márhogy de ami minden hírportálon felbukkan, tényleg mindegyiken, az lehet, hogy az a hír. Lehet, hogy innen lehet megismerni. Bár úgy lenne. Azt írja a hallgató. Régen a becsületes férfinak borotvált képűnek kellett lennie. Biztos emlékeztek, apáink minden egyes nap habbal, pengével, szálirányjal ellentétesen gyalulták le az arcukat, aztán egy életet begyulladt nyakkal éltek le. Ez is a becsülethez tartozott. Ez is a becsületességhez tartozott. Tudod, az arcszőr... Bőrtikustól független. Igen, az arcszőrzet az azt fejezte ki, hogy te valami mögé elbújsz, elrejtőzöl. Az, hogy neked borotvált volt az arcod, az azt jelezte, hogy te frontálisan beleállsz a létbe. Te vállalod azt, aki vagy. Aki az arcod. De ez egy századfordulós valami, tehát 1900 előtt, most hadd ne találjam ki, mi az évszám, akkor ment azért a Ferenc Jóska bajusz, meg a szakál, meg a Kossuth, és társai. Szerintem a 20. századot éltük ebben a borotváltságban. A 20. század második fele, az, a 20. század első felében még a bajusz az nagyon adta. És hogy a 20. és egy ember elbírta rontani ez a rohadt Charlie Chaplin. Hitler és Sztálin hát hogy mondjam, kiveszésével a politikából ez a bajusz is, mintha így kivonult Charles volna. Charles Bronson mindent megpróbált, hogy ezt a trendet megfordítsa. Igen, de ez kevés volt. Régen imádtad lesni a postaládát, ma ki sem nyitod, mert úgyis csak csekk van benne, meg reklám. Hát, igen, mert most már az e-mail postaláda. Tudod, hogy valójában ez a postaláda, ez meddig lesz? Már csak sincs benne. Hamarosan el fog tűnni, ez az egész virtualizálódik. Uh-huh. És ha valamiért megtartják, hát azért, mert hova raknák a szórólapot, ha már nem lenne postaláda. Na, akkor végül is bezzegeztünk, vagy nem? Szerintem nem az a tanulság, hogy régen minden jobb volt, de bizonyos dolgok máshogy alakultak. Sometimes people make a war. Iniko, Melaniko, Noroksa, Ai, Papa, Varuapa, Chiquita. A Jódli mindent megbocsát.
Szövegtudományi Tanszék. Az önkényes mérvadó dalszövegértelmező szolgáltatása. Mai katasztrófa turisztikai desztinációnk. Szövegtudományi Tanszék rovatunkban nagyon valószínű, hogy egy minőségi szöveghez nyúlunk. Dés László zenéjével, Bereményi Géza szövegével, Cserhalmi György előadásában hallgattuk az előbb a Hosszú menet című zeneszámot. Nekem van azért egy olyan érzésem, hogy amikor egy színésznek adunk egy dalt, akkor az egy picit túl lesz játszva. Ugyanakkor ez az a formátum, amiben még tartalmat lehet önteni, egy, mint mondjuk egy Zorán számba, és ami a mai, mondjuk az elmúlt 20-25 évének a popzenei dal felépítését illeti, abban nem fér ennyi. Abban nem fér ennyi keserűség, meg nem fér ennyi megfigyelés és tartalom, ráadásul refrén kötelezettsége van azoknak, hogy akkor gyerekek, négy sor, csak mindenki meg tudja jegyezni, belefér három, kettő verze, maximum három, de a zeneszám második felében már nem érünk rá újat mondani, már csak ismételjünk. Ez a kötelék nincsen, ez a kötelem. Ennél a dalnál szerintem egyáltalán kifejezetten jót tesz neki a Cserhalmi. Hát az egész album egyébként az ugye színészek által előadott. Cserhalmi és Básti Juli? Udvaros Dorottya. Aha. De hát ez a dal, hát ez gyakorlatilag egy monodráma. Bárki. És hát a Cserhalmi nem játsza ezt túl. Határon billeg. De nem játsza túl, de hát most ugye nem feltétlenül rá koncentrálunk mégiscsak hát, a szövegre, szerintem nagyszerű a Cserhalmi. Elképesztően jó. Szerintem nagyszerű a Cserhalmi. Láttam ezt egy koncertfelvételen színházban. Fantasztikusan jó volt sok-sok évvel azután, hogy fölénekelt az albumra ezt a dalt. Olyan módon süt át az összes sorból, szövegileg is, a zenéből is egyébként, ahogy ez az egyre katonásabb, egyre keményebb menetelés, szó szerinti menetelés van benne, vagy hát tényleg az érzékeltő. És hát a Cserhalmi előadásában ez az összeszorított fogak, az összeszorított, vagy összeszorult ököl, tehát az borzasztóan erős belső küzdelem, feszültség, ami tényleg robban. Engem ez az előadásmód, meg a hangszerelés, meg az egész nem lepne meg, ha nyomorultak musical változatának a végén járnánk. Ott érzem ezt a menekülünk bele a halálba érzést. Itt ez az egyre erősebb menet dob, ez tök jól erősíti azt, hogy az elején még azt mondom, hogy na ez volt az utolsó alkalom, hogy egy hosszú nagy feladatot befejeztem, most végre nyitott vagyok arra, hogy éljem az életemet, és aztán kapom a következő feladatot, amin fél év alatt megoldjuk, hát 6 évig tart a végén, és mikor 7 ilyen feladatot felvállaltál, már le is adhatod nagyjából a ruhatárban a kabátodat, és végeztél. Olyan finom játékkal viszi vissza, tehát csak az az egy sor, ahogy változik, hogy mi történik az ablakkal. Ugye először csak kinéz rajta, utána kinyitom az ablakot, táguljon a világ. Becsukom az ablakot, bennem legyen a világ. A végén már ablakról nincs is szó, hanem egyedül csak egymagam, velem szemben a világ. Tehát, Robi? Láttam, hogy valami. Szerintem nagyon karizmatikus a Cserhalmi ebben. És nagyon meggyőző. És tudod, itt már egyáltalán nem az számít, hogy énekel. Én tudom, hogy az X-faktor zsűrije, az mindig és csak is ezen kattan el, és ez van megtanítva nekünk, hogy itt ezt kell figyelni. Engem egyáltalán nem érdekel. Engem az a valaki érdekel, aki előadja. Az a valaki, és az a valaki oda van téve mögé. A Cserhalmi, a jelenlét, tudod, a jelenlét. És ez egy másfajta referencia. A Bereményi Géza szövegeihez mindig nagyon erős jelenlét kell, és aztán Cseh Tamás általában be tudja rendelni a szövegek mögé. Egyszerűen ezek itt a Bereményinek a szövegei azok olyanok, hogy minden egyes sor üt. Minden egyes sor valahonnan a csontvelődből ismerős. Valahol már láttad, valahol már megélted. Rengeteg pöti percepciónnal dolgozik. Tudod, a táncos porszemek a fényben például, amiről sosem beszélünk. De azt hiszem, hogy a lírának ez a veleje.
Ebből indulunk ki. Valamiből, amiről sosem beszélünk, mert oly banális, de pont attól, hogy oly banális, és sosem beszélünk róla, ettől nagyon személyes. Annyira személyes, hogy még senkivel nem osztottam meg, mert nem következik belőle semmi, ugye semmi érvénye nincsen, de annyira közel áll hozzád, mint az anyád sem. Annyira közel áll hozzád, mint a lelked. Tudod, és a Bereményinek a szövegei tele vannak ezekkel az apró rezdülésekkel. És ezek mögé, az apró rezdülések mögé nem rakhatsz oda egy Tóth Gabit. Olyas valakit kell raknod, aki a jelenléte által fedezetet ad ezekhez, ezek mögé. Hát és aki hiteles, hát a cserhalmi az pont ilyen. És igen. Azt gondolom, hogy ehhez színművész kell, nem énekes. Itt azt keressük, hogy annak ellenére, hogy számomra teátrális, ami abból fakad, hogy dalként van előadva, de mégis azt keressük, aki az éneklése közben közelebb lesz a versmondáshoz, mint a megasztárhoz. A virtuóz hajlításokhoz, meg az énekvizsgához. Uh-huh. Hiszen itt szerepben kell lenni, és az a szerep az nem a rockstárnak a szerepe, mint ahogy ez itt nem egy zenekar. Ugye a Cserhalmi György nem úgy egy előadó, hogy akkor jöttünk Cserhalmi Györgyre, hanem ugye több van mögötte. Nem a Cserhalmáj zenekarnak a dobosa. Igen. Te dobolsz a Cserhalmiba? Tehát, hogy ez teljesen más világban járunk. Hát nagyon szép volt az, hogy azt mondtad rövő címművész. Tehát azért itt ez, igen. Nem ám csak simán, csak színész. Igen. Valószínűleg ma már azért azt hiszem, hogy ebből a nemzedékből nagyjából az utolsók egyike, tudod. Ő még dolgozott együtt Fábri Zoltánnal. Ő még egy olyan korszaknak az itt maradt hírnöke, amely korszak már lecsengett, amely már tulajdonképpen megsemmisült. És én nem azt mondom, hogy a maiak azok nem olyan jó színészek, a jelenlétnek a mértéke, az, ahogyan a jelenlét a létbe bemélyedik. Az valahogy ma már nem ilyen fokú. Azt érzem. Beszélgettünk pár adással ezelőtt a Dalfutárról, ez jutott eszembe, és ott méltattuk, hogy az milyen jó műsor, meg milyen érdekes, ahogyan mindenki hozzárak belőle valamit, pedig fogalmunk sincs arról, hogy a másik mit fog hozzáadni. Na, ez végül is ez a dal tökéletes cáfolata annak, hiszen egyik sem áll, tehát így alkot kerek egészet. A Dés, a Bereményivel és a Cserhalmival. Na, hát ez a háromszög, ez annyira ettől tökéletes. Igen, magad. Hát ez az a szituáció, amikor minden kirakós a helyén van. Igen. Tudod, tehát de ezt nem sorsolták, mint ugye dalfutárt, vagy hát nem egy külső kéz azt mondja, hogy na milyen absztrakt alkotás jön majd ebből össze, azokból az emberekből, akik egyébként szóba sem állnának egymással, nem dacból, hanem mert nem ugyanabban a szalomban fordulnak meg. Ez történik a dalfutárban, ott összeengedik őket, lesz valami. Valószínűleg az emberek egy játék, ez meg egy alkotás. Na igen, tehát hogy azokat összesodródtak, és a kölcsönhatásuk képezi az élményt elsőrendűen. Most lehet, hogy egy jó dal születik belőle, lehet, hogy egy kevésbé jó dal születik belőle, de az, hogy megszületik egy élmény. Itt meg hát ők fegyvertársak. Tehát a helyzet az, hogy ők nem a pillanatnak, hanem az örökkévalóságnak találtak egymásra. Van egy olyan érzésem ebben, hogy így az ember mondjuk, vajon mennyi év telik el ennek a zeneszámnak, vagy ennek a dalszövegnek az eleje és a vége között? Hogy mondjuk elvégzel az elején egy egyetemet, a végén meg végig csinálsz egy halálos betegséget a házastársaddal. Hányszor szorítod össze a fogat, hogy jó, ezt az egy dolgot még leteszem az asztalra, mert utána majd nyugalom lesz, és akkor az első ilyen után jön egy ilyen, mint a nyári szünet, emlékeztek, hogy milyen hosszú volt 3 hónap 10 évesen? A két iskolai év között, és hogy az, amikor dolgoztál, akkor hogy lerövidült, és már nincs is jelentősége. És mondjuk gondolj bele, amikor vénséges vén leszel, akkor mennyi lesz? Egy perc. Hogy az első ilyen összeszorított, fogó, keményebb menet után, ami egy évekig tartó munka annak reményében, hogy ettől te majd elválsz egy kicsit a sorsodtól, egy picit alakíthatod, hogy hová jutsz el, utána lehet, hogy megpihentél 3 hónapra, és amikor mit tudom én, 60 éves vagy 70 éves vagy 50 éves vagy, és megint
elragad az életedre való odafigyeléstől valami nehéz dolog, ami egy ilyen egzisztenciális dolog, hogy egyszer túléled-e, vagy megtarthatod-e azt, amiért már 30 évet dolgoztál, akkor már benne vagy, akkor most már ezt az 5 évet még oda teszed, és ki tudja, hogy meghalsz-e közben, és hogy nem jár utána 3 hónap pihenő, hanem mikor az utolsó sakkfigurát a helyére teszed, vagy akkor az utolsó báz, addigra már benne vagy a következőben. Uh-huh. És akkor itt már csak így annyit tud mondani ezeknek az éveknek, hogy jó van, akkor gyertek. Akkor csináljuk, jó, akkor ezt tudomásul vettem. De én akkor is rendesen el fogom végezni. Majd pihenek a koporsóban, igen, apuka. Engem nem győztök le. Miközben legyőzött, hiszen beállt abba a menetbe. Nem tudott, igen, megszabadulni tőle. Igen. Már nem élvezi azt a fényt, ami beszűrődik az ablakon, hogy visszaérkezett a szabadságba. Ki mondta, hogy az élvezetről kéne, hogy szóljon? Nem lehet, hogy arról van szó, hogy ez a menetelés az élet, és hogyha nem áldozzuk fel az életet a menetelésnek, akkor vesztegetjük el valójában? Nem a meneteléssel vesztegetjük el az életet. A menetelés ad ütemet az életünk értelmének, annak, hogy értelmessé tegyük az életünket. Ezt a soronkénti fejtegetés nélkül azt hiszem, hogy így tudjuk megfigyelni ezt a dalt a távolságból, ahol mi ülünk. Csodálatos, és az igazság az, hogy a Bereményinek meg a Désnek a művészi együttműködése az tényleg csak a legnagyobbakat idézi. Tehát, hogy az ihletett, hogy ők találkoztak, és azt hiszem, hogy a komplett magyar kultúra nagyon-nagyon hálás lehet, meg kegyelmi állapotban érezheti magát, hogy ez a két alkotó alkotott, és talán majd még alkot is. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Juliant és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.